bejöttek? Mindenképpen. No, hát akkor folytatnánk a konferenciánkat, illetve hát ezzel tulajdonképpen a célegyenesre fordulunk. Az elmúlt másfél napban ugye sokféle ilyen alternatív gazdálkodási formát megismertünk. Volt szó szövetkezetekről, szociális szövetkezetekről, társadalmi vállalkozásokról, helyi pénzhelyettesítő rendszerekről és így tovább. Kaptam egy kérdést, most hagyd mondjam el, hogy a társadalmi vállalkozás ez nem egy jogi kategória, jó? Ez csak valaki kérdezte tőlem, hogy nincs ilyen jogi kategória, ez egy hogy tetszik, etikai kategória, tehát társadalmi vállalkozás az, ami hát a társadalmi célokat akar elsődlegesen megvalósítani, de ez gazdasági tevékenység révén vagy azon keresztül próbálja. Na, ez a szekció, az utolsó szekció, azt a címet viseli, hogy alternatív bankok, alternatív finanszírozási formák, és hát az elképzelés persze az, hogy vajon, ha arról beszélünk, hogy helyi gazdaság, ha arról beszélünk, hogy alternatív gazdaság, vajon van-e lehetőség és szükség arra, és most inkább a lehetőség oldalra induljunk ki, hogy ehhez alternatív finanszírozási formákat is találjunk, hiszen mondjuk a mainstream bankok nem biztos, hogy pont olyan kritériumok szerint fogják megítélni a társadalmi vállalkozásokat, mint amit mi fontosnak tartunk, vagy pontosabban a saját kritériumaik azok lehet, hogy azok lesznek, hogy nem tartják támogatásra méltónak ezeket a társadalmi vállalkozásokat, vagy helyi kezdeményezéseket. Tehát ez a szekció arról szólna, hogy vannak-e etikus bankok, ha vannak, akkor mik is ezek, hogyan lehet őket definiálni, és hogyan működnek a gyakorlatban. A panelben öten vagyunk, úgyhogy most így ülés sorrendben bemutatom a résztvevőket. Éliás Csaba, a Pátria Takarék Szövetkezetnek az alelnöke és ügyvezetője, mellette Béres Tibor az Autonómia Alapítványtól, mellette Kapitány Ákos, tanácsadók a fenntartható fejlődésért. Itt van velünk Alberto Anis Díaz úr Spanyolországból, ő a Banca Civica-nak az egyik vezetője, és végül, de nem utolsó sorban, Molnár Csaba a Magnet Banktól, akinek ugye az épületében most vagyunk. Úgy fog kinézni ez a szekció, mint eddig is, hogy meghallgatunk rövid megszólalásokat, esetleg néhány kérdést én teszek, és aztán kinyitjuk a vitát. Angolul fog menni a szekció, tudom, mert sokféle nyelv volt, úgyhogy de most spanyol nem lesz, angolul fog menni. Akinek szüksége van szinkrontól, mármint, hogy a spanyol részében angolul fog beszélni, a többiek magyarul, úgyhogy szinkronkészülék továbbra is rendelkezésre áll. Ő fogja kezdeni, tehát Anis Díaz fogja kezdeni a megszólalások sorát, és akkor utána folytatjuk. Úgyhogy meg is kérem akkor, Señor Díaz. Jó napot kívánok! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és sajnálom, hogy nem beszélek magyarul, de így angolul fogom megtartani az előadásomat. Én a Banca Civicától jöttem, Spanyolországból, amely egy közepes méretű bank, és kb. 3%-os részesedése van a spanyol gazdaságban, és lehet látni a térképen, ahol 20-30 vagy akár 40%-os piaci részesedésünk van Spanyolországban. A bankunk az egy takarékbank. Mit jelent ez Spanyolországban? Ez egy olyan bank, ahol még profitot termel, de a profit az belemegy a profit tartalékba, a tőke tartalékba, és kb. 30% ez a szociális jóléti alapunkba kerül, ami és onnan kiosztásra kerül. Lehet látni, hogy tehát hogy nagyon nehéz volt tőkéhez jutni, és ezek most rendes sima banká alakultak, és ezeknek a takarékszövetkezeteknek a Banca Civica osztalékot fizet, és ezeket, ami e fölött marad, az pedig ilyen különböző szociális projektekre fordítják. Itt lehet látni, hogy milyen struktúrában vannak ezek.
az tesz minket mássá, hogy olyan fogalom szerint működünk, olyan koncepció szerint működünk, hogy van egy szociális felelősségünk. Tehát, hogy a munkavállalóink, a vevőink és a környezet iránt elköteleződöttek vagyunk. Ezt próbáljuk a banknak a mindennapi működésére lefordítani. Az első dolog, ahogy szeretnénk ezt működővé tenni, hogy elgondolkoztunk, hogy és nem úgy tekintünk a vevőinkre, mint csupán kliensekre, hanem olyan állampolgároknak, akiknek jogaik vannak. Elsősorban mi úgy gondoljuk, hogy ha tőlük jön a mi profitunk, akkor tudniuk kell, hogy mennyi profitot termelnek nekünk. Minden kliensünknek, ügyfelünknek küldünk egy levelet minden évben, hogy az ő részesedése mennyi a profitból. És biztos vagyok abban, hogy az egyetlen bank vagyunk Spanyolországban, akik ezt megteszik, sőt, más vállalatok sem a nyomtatom. A második lépés, és aminek valószínűleg elég nagy hatása volt, hogy szociális projekteket támogattunk a profitunkból, a profitunk pedig az ügyfeleinktől jön, és nem mi, hanem az ügyfeleink határozzák meg, hogy milyen projekteket támogatunk ebből a pénzből. Tehát 2003 óta nem az igazgatótanácsunk dönt erről, hanem a vevőink, akik erről, és ezt úgy hívjuk, hogy you decide, te döntöd el program. Nagyon érdemes megegyezni, hogy a projekteknek a természet nagyon megváltozott, mióta ezt bevezette ezt. Tehát, hogy amióta a vevőink döntenek, tehát például nagyon sokat foglalkoztak a kultúrával, sporttal, amikor az igazgatótanácsunk döntött, de viszont sokkal többet figyelmet fordítanak a nemzetközi kooperációra, illetve a fogyatékalélekre, amióta az ügyfeleink határozzák meg, hova megy ez a pénz. Például a Caja Navarra tehát, hogy nem nagyon fontos volt ez a kampány arra, vagy ez a lépés arra, hogy a közösség pontosan azt kapja, amit kért. A harmadik dolog, hogyha az ügyfeleink választják ki a projekteket, akkor joguk van ahhoz is, hogy ezek a szervezetek mire fordítják a pénzt, és ugye elmondják, hogy mire fogják ezt fordítani, és minden szervezet évente egyszer gyakorlatilag nyilvánosságra hozza, hogy mit végzett ebben a projektben. És ezért csinálunk erre könyvvizsgálatokat is arra, hogy ezek tényleg megfelelően kerültek-e felhasználásra. Negyedik dolog, amiről beszélnénk, hogyha az emberek szeretnének önkéntesként dolgozni, akkor joguk van hozzá, amit mit csináltunk. Az első, hogy tehát, hogy képzést biztosítunk azoknak az embereknek, akik szeretnének
velünk dolgozni a Judicide program keretében. Kapcsolatban lépünk ezekkel a szervezetekkel, és kiközvetítünk nekik önkénteseket, és ennek az az eredménye, hogy több mint 40 ezer kliensünk dolgozik, iszonyatos mennyiségű munkaórát az által kiválasztott civil szervezetnél önkéntesként. És végül, de nem utolsó sorban, természetesen a legnagyobb forrása a bevételünknek az ügyfeleinknek a betétei, és jók van hozzá, hogy eldöntsék, hogy mit finanszíroznak, és szeretnénk arról meggyőződni, hogy a pénzükkel nem finanszírozunk olyan dolgokat, amit nem érzünk megfelelőnek, vagy hogy ők nem szeretnének támogatni. És mindig megpróbáljuk egyszerű szavakkal az eszköz oldalát elmagyarázni a mérlegünknek, és hogy mondjuk van 3000 euró nálunk, mint euró az ügyfélnek nálunk, és akkor hogy ebből a pénzből mit finanszíroztunk. És a könyveinknek megvannak a más vállalatoknak a részvényei, és őket is bemutatjuk ebben. Azt gondoltuk, hogy nem elegendő az, hogy mit finanszíroz a pénz, hanem megengedtük, lehetővé tettük azt, hogy a ügyfél döntse el, hogy mit finanszírozzunk ennek a betétnek a részéből. Tehát, hogy van olyan, tehát szeretném azt mondani, hogy például, hogy ebből a pénzből mondjuk fiataloknak a lakáshoz jutó kölcsneit támogatjuk, vagy például itt van ez a pénz a Banca Civicánál, és ezzel a pénzzel szeretném, hogy XY-nak legyenek jobb feltételei a kölcsönéhez. Tehát a kölcsön általában új vállalatok létrehozására kell fordítani, vagy pedig lakás célra. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfeleink iránt érzett felelősségünk mellett nagyon fontos a környezetünk iránt érzett felelősség, és ebben próbáljunk egy csomó lépést tenni. A legfontosabb talán az, hogy aláírtuk az Equator Principles, tehát az Equator alapelveket, ami egy bankokra kötelező rendszer, illetve egy ilyen társadalmi és környezetvédelmi megállapodást, tehát, hogy próbáljuk a környezetre, illetve a társadalomra gyakorló hatásunkat minimalizálni, negatív hatásokat minimalizálni. És emellett szerettük volna tudni, hogy milyen hatásunk van a környezetre, és ezért olyan indikátorokat vezettünk be, amelyekkel ez mérhetővé vált, például a felhasznált papír, felhasznált elektromosság, és így tovább. És természetesen amellett, hogy ezt ugye lemértük, szeretnénk ezt a mennyiséget csökkenteni, ezt a hatást csökkenteni, és például energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be,
például a fűtésre, tehát hogy elemezzük az adatokat, és így megpróbáljuk a fűtésünket sokkal hatékonyabban betenni. És például megkérdeztük, ugye, hogy a klienseink, illetve dolgozóink panaszkodtak arra, hogy reggel mondjuk túl meleg van, akkor ezt így beállítottuk. És végül nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a negatív hatásot kell csökkenteni, hanem több olyan kezdeményezést indítottunk, hogy megpróbáljuk a semmissé tenni tehát hogy megpróbáljuk egy évente egy családnak a széndioxid kibocsátását azzal gyakorlatilag kiegyenlíteni, hogy annyi fát ültetünk. Ez nem biztos, hogy túl sokat él, de úgy gondoljuk, hogy a szemléletformálásából ez nagyon fontos, hogy mondjuk valaki erre rájöjjön, hogy milyen hatása van. Tehát az Egyesült Nemzeteknek a globális szerződését veszük figyelembe, tehát hogyha valaki beszállító szeretne lenni, akkor a szociális etikai és környezetvédelmi hatások szempontjából alá kell vetni magát ennek az egyezménynek, ahhoz, hogy az ügyfelünk lehessen, illetve partnerünk lehessen. És végül pedig itt van egy projekt, amire nagyon büszkék vagyunk, ennek a neve Tribukan. Ez egy olyan afrikai mondásból jön, az mondja, hogy az oktatás a legfontosabb, és szeretnénk az oktatáson keresztül úgyhogy a teljes kvázi törzs figyelébe vételével a gyerekek oktatásán keresztül hozzájárulni a szociális és társadalmi jóléthez. És van egy ilyen programon, ahol a gyerekeknek például, amellett, hogy elméleti tudásra tesznek szert, például egy üzletet kell működtetniük, például szatyrokat kell eladni, nem a természetesen műanyag szatyrokat, hanem amit többször lehet használni, és a gyerekek határozzák el, hogy milyen árat raknak rá, hogy mi lesz a marketing stratégiájuk, és akkor a banka szívike vagy a banka navára emberei segítenek nekik, és akkor egy ilyen és ezeknek a profitjai például a földrengés után például egy iskolát építettek újjá Haitin. Tehát hogy amit a de mint tudják, valószínűleg Spanyolországban a banki szektor nagyon nehéz időket él el, és úgy néz ki, hogy a Caixa Banknak el kell adnunk a Banca Civicát, és azért kellett ezt megtennünk, mert a Caixa Bank sokkal erősebb, és így a szociális projektjeink ezek sokkal jobban biztosítottak, de a Caixa Banknál is erős a szociális felelősségérzet, így úgy gondolom, hogy ez egy jó választás volt, mert például tavaly 500 milliárdot fordítottak szociális projektekre, tehát nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Köszönjük szépen Alberto Aniz Díaznak a Banca Civicától. Egy spanyol példát láttunk. Mielőtt a hazai etikus banki kezdeményezéseket is vetnénk egy
értem, hogy a konkrét eseteket megnéznénk, megkérném Kapitány Ákost, a Tanácsadók a Fenntartó Fejlődésért szervezettől, hogy egy kutatásuk eredményeit nagyon kérem, hogy röviden 10-15 percben ismertesse velünk, jó, hogy maradjon idő még a beszélgetésre majd. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm Önöket. Kapitány Ákos vagyok, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület elnöke, és egyben az Ökobank projektünknek a vezetője, és tulajdonképpen erről a megnevezett kutatásunkról is ennek a projektnek a keretében szeretnék szólni. Valóban bele fogunk férni 10 percbe, akit részletesebben majd érdekel a dolog. Hoztam néhány példányt a kiadványunkból is, és tényleg érdemes ebbe bogarászni, de erről majd később. Tehát csak egy pár szót, hogy kik is vagyunk, és végül is milyen, hogy mondjam, tágabb tevékenységi körbe illeszkedett ez a kutatás a hazai bankokról. Egy egyesület, a mi csoportunk, tulajdonképpen a fő tevékenységünk képzések, tanácsadás, szervezetfejlesztés, tehát olyasfajta mondjuk ilyen projekt támogatás, amelynek mentén mi főleg azért ugye a fenntartható fejlődés, ami nevünkben is szerepelt, ezt tartjuk úgymond iránymutatónak, és próbáljuk ezeket a szervezetfejlesztő módszereket valahogy a fenntartható fejlődéssel harmonizálni, illetve annak a szolgálatába állítani. És tulajdonképpen ennek a munkánknak a kapcsán találkoztunk mindig a pénzügyi körfolyamatokkal, mint kihívással. Tehát az, hogy nagyon jó fenntartható kis kezdeményezések születnek meg, de valahogy ezek ugye a fenntarthatatlanabb, nagyobb gazdasági környezetben, aminek végül is valahol a magja a jelenlegi pénzügyi rendszer, ott mindig valahogy falakba ütköznek. És hát tulajdonképpen elkezdtünk magunk gondolkodni, hogy az a kis pénzünk, ami tehát rajtunk, mint kis egyesület, vagy mint magánszemélyek keresztül folyik, szóval hogy ez honnan jön, hová megy. És hát ahogy a mondás tartja, ugye a pénznek nincs szaga, tehát valahogy azt kezdtük érezni, hogy a pénznek igenis van szaga, csak nem ott érezzük, ahol a pénz van. Tehát, hogy végig kéne gondolni ezt a körfolyamatot. És egyrészt ugye itt az egyik kihívás az, hogy átláthatóság hiánya, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy a bankba betett pénzünkkel mi történik. Tehát itt kimondottam, mi a lakossági oldalról fogtuk meg, tehát nem a nagyobb kormányzati vagy fejlesztési bankok összegeibe gondolkodtunk, hanem kimondottam, hogy átlagember, mi mit tehetünk, hogyan tudjuk befolyásolni ezt a folyamatot. Tehát egyrészt észrevettük, hogy ugye itt egy átláthatósági hiánnyal küzdködünk. Másrészt persze azért a lakosságnak csak egy olyan kis része érzékeny a probléma iránt, tehát nem véletlenül, hogy a bankok nem nagyon foglalkoznak vele, igazából azért, mert hát a lakossági igény se olyan átütő, de mi úgy éreztük, hogy azért már lenne Magyarországon is pontosan egy olyan réteg, akit ez érdekel. És hát a fenntarthatóság hiánya, ugye ez itt az a örök ellentmondás, hogy hát tulajdonképpen hogyha az erőforrásainkat egyszerűen túlhasználjuk, és ezt egy ilyen pénzügyi spirálba pörgetjük a gazdaságot, akkor hát ugye ez nem jóra vezet, de hát mondom, ez egy kicsit már távolabb vezető kérdés. És végül is ennek mentén kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hát akkor oké, akkor csináljunk Magyarországon is egy olyan tehát valami olyan kezdeményezést, tehát egy lehetőséget biztosítsunk arra Magyarországon is, hogy akiket ez érdekel, akiknek egy kicsit több tudatosságra lenne szükségük a pénzügyeik területén, legyen meg a lehetőségük, hogy megválaszthassák, hogy a pénzüket miben kamatoztatják, vagy egyáltalán ezt a pénzügyi körfolyamatot egy kicsit befolyásolják. És tulajdonképpen külföldi példák alapján kezdtünk el itt az etikus bankok irányába tapogatózni, és ennek kapcsán azért végeztünk egy kicsit úgymond tudatosabb kutatást is. Ez egy célzott közvéleménykutatás volt, ami azért vissza is igazolta valahol, ami előzetes, hogy mondjam, ilyen probléma felvetésünket, hogy itt a probléma gyökere az átlátható működés hiánya, tehát az, hogy tulajdonképpen én, mint ügyfél, a banktól arról kapok információt, hogy milyen kamattal, vagy milyen kockázattal, vagy milyen futamidővel tehetem oda be a pénzemet, de az, hogy mibe, arra nagyon korlátozott. És hát ugye ez még meg volt spékelve azzal, hogy ez az egész projekt, ez ugye egy 3 éves projektünk, tehát ezt tulajdonképpen a válság csúcsán kezdtük el, tehát ahol tényleg itt a pénzügyi átláthatóság, pénzügyi folyamatok átláthatósága nagyon kérdőjeles volt.
És akkor egy kicsit részletesebben arról, amit itt a tulajdonképpen felkérés is tartalmazott, hogy akkor úgymond a lakosság igény feltérképezése mellett megnéztük, hogy a mai magyar helyzet, tehát a mai kereskedelmi bankok hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és ez egy nagyobb nemzetközi kutatás részeként történt, tehát a BankTrack nevű ilyen nemzetközi szervezet végzi ezt, úgymond ez egy világszerte, azt hiszem, hogy 50 bankot, különböző nagyobb, tehát kimondottan globálisan működő bankokat térképeztek föl, jól definiált fenntarthatósági szempontok alapján. Egy pillanat, azt is megmutatom, tehát egy elég széles és jól definiált szempontrendszer alapján, mezőgazdaságtól, tehát ilyen ágazati kérdésektől kezdve egészen addig, hogy hogyan viszonyulnak az adózáshoz, tehát hogy mennyire transzparens és mennyire mondjuk a törvényes adózást segítő módon működik a bank. Ugye ez azért ez nem minden országban ennyire egyértelmű kérdés. Na most ezek szerint, a szempontrendszerek szerint vizsgálták, illetve a mi bekapcsolódásunkkal vizsgáltuk a magyar bankokat, hogy milyen hitelezési politikát folytatnak. Tehát ugye a kutatás az kimondottan arra a területre fókuszált, hogy a hat legnagyobb magyar bank, kereskedelmi banknak a hitelezési politikára vonatkozó elérhető dokumentumait vettük górcső alá. Tehát itt a nyilvános jelentéseiket, éves jelentés, fenntarthatósági jelentés, különböző megjelentetett hitelezési politikáikról volt szó, és hát ebben a párbeszédben lehetőséget nyújtottunk, vagy ebben a kutatásban lehetőséget nyújtottunk a párbeszédre is, tehát a hat megvizsgált bankot is bevontuk, és van, amelyik reagált is rá, kiegészítette, vagy éppen kommentálta a megállapításainkat. És hát tulajdonképpen az eredmények, tehát ugye itt a hat magyar bank, ugye a hat legnagyobb, tehát OTP, KNH, Erste, CIB, Raiffeisen voltak. Itt tulajdonképpen azért, mert ugye valamennyien, vagy hogy is mondjam, egy adott keretből gazdálkodtunk, tehát végülis ezért a nagy vadakra próbáltunk itt lőni. És hát nem meglepő módon azért az jött ki, hogy a magyar bankoknak olyan túl nagy, hogy mondjam, érzékenysége nincsen ebbe az irányba, tehát legalábbis a vizsgált bankoknak, tehát így különösebben az elérhető nyilvános dokumentumaikban a társadalmi környezeti szempontok nem nagyon jelentek meg, kivéve két bankot, a CIB és a KNH, ahol végül is a nyugat-európai anyabankok belső politikáinak a hazai érvényesítése kapcsán azért itt jelentős elmozdulás történt már meg. De igazából összességében a hazai kereskedelmi bankok a társadalmi felelősségvállalást egyfajta adományozási programként vagy jótékonykodási programként fogják meg, tehát ilyen CSR programjuk keretébe tartozik, de igazából azt, hogy magának a banknak a tevékenysége milyen áttételes hatásokkal jár, tehát milyen társadalmi vagy környezeti konzekvenciái vannak az ő működésüknek, azt nem nagyon vizsgálják, pedig, és igazából ez lenne, azt hiszem, talán a kutatásunknak a legfontosabb mondani valója az eredményektől függetlenül, hogy egy bank tevékenységénél pont a központi szerepe kapcsán nagyon fontos lenne megvizsgálni azt, hogy mik azok az indirekt hatások, ami az ő finanszírozása kapcsán megvalósul, mert ezek az indirekt hatások lényegesen nagyobbak, mint a közvetlen kibocsátás. Tehát ugye mégis egy bank tevékenysége, irodai tevékenység, világítás, energia, fűtés, kis telefonszámla, tehát nem egy olyan egetrengető dolog, de hogyha mögé nézünk, hogy pontosan annak a pénznek a szaga az milyen, akkor lehet, hogy mögötte azért olyan iparágakat, vagy olyan tevékenységeket találunk, amit mondjuk esetleg pont az ügyfelek nem szeretnének, tehát nem kívánnak támogatni, és akkor itt bejön ugye az átláthatóság kérdése, hogy hát ezt erről az ügyfél hogyan is kaphat információt. És tulajdonképpen a jó hír, meg még az volt a kutatás, az inkább a nemzetközi vonulatból, és ezt ajánlom figyelmükbe a kis kiadványunkat, mert itt azért minden egyes ilyen szempontrendszerhez külön kiértékelték a bankokat, és minden egyes szempontrendszernél meg is lehetett találni azt a egy-két jó példát, akitől úgymond nemzetközi viszonylatban lehetne tanulni. Tehát vannak azért olyan kereskedelmi bankok, akik egy-egy bizonyos területen tényleg előremutató tevékenységet folytatnak. És tényleg még egy mondat, vagy talán kettő.
És hát az egész az pedig nem csak jótékonykodás. Tehát itt tulajdonképpen egy józan üzleti megfontolás is rejlhet mögötte, mert hogyha az ember ezeket a kockázatos üzleteket, valamilyen szempontból szennyező üzleteket kiszűri, azzal a saját üzleti kockázatát is csökkenti, mert hát előírások mindig szigorodnak, tehát tulajdonképpen egy olyan ügyfél, az nem biztos, hogy egy nagyon jó ügyfél, akivel csak gondok lehetnek később. És akkor egy pár szót arról, hogy ugye ez az Ökobank projektünk, ez milyen eredménnyel is járt, tehát végül is itt ennek kapcsán ugye ezeknek az etikus termékeknek a megvalósítása kapcsán egy ilyen partneri kapcsolatra léptünk a Pátria Takarék Szövetkezettel, akinek ugye a képviselője jelen is van, és ebbe az egész partnerségben mi egyfajta külső monitoring szerepet próbálunk játszani, erre az átláthatóságot biztosítandó, és pedig a pénzügyi partnerünk jelenteti meg a termékeket. És aki tovább érdekel a téma, az a www.ökotakarék.hu oldalon meg is találja, illetve hogyha most csak pár példányt hoztam kiadványunkból, hogyha egy e-mailt küldenek a honlapon keresztül, akkor szívesen küldünk további példányokat, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, és hát akkor már itt Éliás Csaba meg is szólítatott, úgyhogy akkor kérném, hogy folytassa. Mikrofonban mindenképp a tolmácsok miatt, Pátria Takarék Szövetkezet alelnök ügyvezető, ökotakarék modell. Így van, én is szeretettel köszöntöm Önöket, és hálás vagyok a szervezőknek, hogy gondoltak ránk is, hogy eljöhettünk és bemutatkozhatom Önöknek. Prezentációm van, de általában azt a hibát szoktam elkövetni, hogy túlságosan hosszan beszélek magunkról, ezért mindig megdobásban részesítenek, úgyhogy most megpróbálok prezentáció nélkül röviden beszélni, viszont hoztam magammal a prezentációnak egy rövidített változatát, és akit esetleg érdekel, akkor majd a rendezvény végén szívesen adok belőle. Kik is vagyunk, hogy is keveredtünk ebbe a történetbe bele? Ugye Magyarországon nem annyira népszerű ez az etikus bankolás, ez az ökotakarék is egy új szó összetétel. Sokféleképpen lehet értelmezni, nem is biztos, hogy megtaláltuk még a valódi értelmét, és úgy gondolom, hogy majd, hogyha elkezdünk ebben dolgozni, akkor a tényleges munkavégzés majd talán megadja ennek a fogalomnak a valódi tartalmát is. A Pátria Takarék Szövetkezet ezért január 1-én jött létre, 3 takarék szövetkezet egyesült üzleti alapon, a Monodés vidéke Takarék Szövetkezet, a Pécelés vidéke Takarék Szövetkezet, illetve a Dél-Pest megyei Takarék Szövetkezet. Ezek mind-mind egyenként 50 éves múlttal rendelkező hagyományos takarékszövetkezetek vidéken alakultak, 1958-tól 1961 azok voltak az alakulás évei és a magyarországi takarékszövetkezeti mozgalomnak a hős korszaka. Én a Monodés vidéke Takarékszövetkezet oldaláról kerültem be a történetbe, és amikor az egyesülésre készültünk, az én feladatom volt a középtávú stratégia elkészítése, és akkor szerettem volna egy olyan stratégiát megalkotni kollégáimmal együtt, aminek segítségével jók lehetünk, de hasznosak is. Nagyon sokat tanulmányoztuk a takarékszövetkezeti múltat, milyen értékek jellemezték Magyarországon a takarékszövetkezeteket, és eléggé sajnálatos módon ezek az értékek az elmúlt időszakban nem nagyon kerültek hangsúlyozásra, de talán pont a mi révünkön, de lehetséges, hogy mások is rájönnek, hogy ezek az értékek időállóak, és pont egy ilyen értékvesztett világban, amiben élünk, talán érdemes ezeket az értékeket újra elővenni. Amikor ennek a filozófiai, történeti hátterét tanulmányoztam, akkor láttam, hogy ami nálunk takarékszövetkezet, az Európában alternatív vagy etikus bankolás. Érdeklődve olvastam, hogy ők mit gondolnak magukról, miket csinálnak, és kiderült, hogy akik magukat etikus banknak vagy alternatív banknak nevezik Európában, ezeknek a nagy része szintén szövetkezeti alapú. Hát ugye innen már nem volt nehéz elrugaszkodni, hogyha ők ezt ott sikeresen csinálják, akkor talán nekünk is lehet valamilyen esélyünk ezen a területen, hisz
mindenhol van igény egy olyan típusú bankolásra, aminek a hiányára pont ugye a 2008-as válság hívta fel a figyelmet, amikor ugye, hát most hagyj ne soroljam ezeket a negatív példákat, amelyek a sajtóban ugye rá lettek ragasztva a magyarországi bankszakma képviselőire is. Én ezekkel nem szerettem volna azonosulni, a Pártia Takarékszövetkezet egy új utat szeretett volna választani, és úgy gondoltuk, hogy rendelkezünk egy olyan tagsággal, ugye Pest megyében 34 helyen van fiókunk, illetve Budapesten 4 fiókkal rendelkezünk, 1200 tulajdonosa van, ugye egy hagyományos takarékszövetkezet vagyunk, tehát rendelkezünk egy olyan stabil tagsággal, jó magyar emberek alkotják a takarékszövetkezetet, 100%-ban magyar tulajdonban vagyunk, és szerencsére stabil a gazdálkodás, és megengedhetünk magunknak egy olyan kísérletet, ami ezt az ökotakarék modellt ilyen munkanévként neveztük el, és szeretnénk egy olyan példát mutatni, egy személyes példát a tevékenységünkön keresztül, ami remélhetőleg több követőre talál majd itt az országban, mert hogy erre igény van az ilyen típusú bankolásra, aztán az is mutatja, hogy ez a telem is meg van telve, és én nagyon csodálkoztam, hogy ilyen sokan érdeklődnek ez iránt, a téma iránt. Ugye, mekkora mérettel bír a Pártia Takarékszövetkezet? Hát mi az országban a mérleg főszegét, saját tőkéjét tekintve a negyedik legnagyobb takarékszövetkezet vagyunk, 47 milliárd a mérleg főszeg, több mint 4 milliárd a saját tőke, és a fiókhálózatot tekintve pedig a legnagyobb fiókhálózattal bírunk. Gondolkodtam, hogy belekavarjam-e itt az előadásba egy fél perc erejéig a Soltvadkerti Takarékszövetkezet csődjét, de gondoltam, hát ha valaki úgy is megkérdezi, úgyhogy inkább elébe mennék a történetnek, bár a sajtó meglehetősen szolidan kezelte ezt a témát, azért takarékszövetkezet és takarékszövetkezet között van különbség, mégpedig elég nagy, és ezek a múltban nem lettek ezek a különbségek hangsúlyozva, de talán itt eljött az ideje, hogy valaki elkezdje a különbségekre felhívni a figyelmet. Magyarországon a takarékszövetkezetek 3 csoportba vannak szerveződve, ilyen intézményvédelmi alap szempontjából, amely intézményvédelmi alapoknak az lenne a szerepe, hogy ne engedjék csődbe menni a tagjaikat. Most ilyen egyszerűen fogalmazok, de ez a lényeg. Abból a legnagyobb csoportosulás, aminek a Pártia Takarékszövetkezet is tagja, a mi intézményvédelmi alapunk az OTIVA, ebben 105 takarékszövetkezet van, és az OTIVA-nak van tag a magyar állam is, és van még 2 kisebb intézményvédelmi alap, ezen egyikéhez tartozott a Soltvadkert. Hát az úgy gondolom, hogy nem a jó hiszemű piaci szereplők hibája, hogy az állami szabályozók megengedték azt a lehetőséget, hogy egy nem kellőképpen tőkeerős intézményvédelmi alap mögé elbújva lehessen Magyarországon hitelintézeti tevékenységet folytatni. Úgyhogy mi elhatárolódunk az ilyenfajta piaci magatartástól, nincs közünk hozzájuk, nem is volt, és az ilyen típusú bankolással egyáltalán nem értünk egyet. Az az integráció, aminek mi tagja vagyunk, az stabil, és ugye talán szintén az újságból azt is olvasták, hogy a mi csúcsbankunk a Takarékbank, ahová a magyar állam is szeretné magát bevásárolni. Hát ezt majd utána vitassuk meg, hogy ez jó hír vagy rossz. Én tagja vagyok annak a tárgyaló delegációnak, aki a 3-tagú tárgyaló delegációt van kijelölve a takarékszövetkezetek részéről, aki tárgyal az MFB-vel. Azoknak üzenem, akik azt mondták, hogy rossz, hogy keményen álljuk a versenyt, és a 62%-os többségi tulajdonunknak érvényt fogunk szerezni. Tehát akik úgy gondolja, hogy el lehet foglalni a takarékbankot, és ne adj Isten ezeken keresztül a takarékszövetkezeteket, azok csalódni fognak, mert nem fogunk engedni. Ez nem a marketing része, ez így van, erre kaptuk a felhatalmazást a tulajdonostársainktól, és ennek meg fogunk felelni. Persze az államnak mindig vannak más eszközei is, és az állam ugye nem csak mint leendő tulajdonostársunk, de mint szabályozó is jelen van a piacon, azért viszont már nem lehet garanciát vállalni, hogy olyan szabályokat hoz,
amivel adott esetben beszorít bennünket a sarokba, de amit én mondtam, hogy nem fogunk engedni, az normál, egyenlő tárgyaló felek közti üzleti tárgyalásra vonatkozik. A másmilyen, azt most nem minősítem. Elnézést a kitérőért, vissza, de gondoltam, hogy hát ha érdekli a megjelenteket. Így van. Visszakanyarodnék akkor az eredeti gondolatmenethez. Kapitány Ákos már jelezte, hogy egy közös munkában vagyunk. Ugye az is egy érdekes, hogy Ákos is ezt ökobankként indította a történetet, és remélem nem csalódásként érte meg, hogy ökotakarékként fejezte be. Mert én úgy gondolom, hogy nem a szervezeti vagy működési forma a lényeg, hanem a tartalom, hogy kik csinálják, mit csinálnak, és kiknek a részére. Ugye mindig van, a banki termékekre az jellemző, hogy a legtöbb olyan kiszorító, kirekesztő jellegű. Mindig megmondják, hogy kikre nem vonatkozik az a termék. Mi próbáltunk olyan termékeket létrehozni, hogy mindenki igénybe veheti. Igaz, hogy az elején van egy földrajzi korlát, mert ugye mi egy közép-magyarországi takarékszövetkezet vagyunk, és azt a keretet, amivel elindítottuk a programot, az egy 1 milliárdos keret, azt mi Pest megyében gyűjtöttük, és úgy gondoltuk, hogy az úgy etikus, az úgy helyes, hogy azt Pest megyébe forgassuk vissza. De remélhetőleg el fog indulni majd a betétgyűjtés, és remélhetőleg lesznek betétjeink, és ezeket a betéteket már földrajzi korlátozás nélkül is lehet majd azoknak a partnerek felé továbbítani, akikben van kellő kockázatvállalási kedv 2012 Magyarországán, hogy kezdjenek valami vállalkozásba. Ugye Ákos röviden érintette, hogy hogyan áll föl ez a modell. Ugye az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nagyon kedvező hitelkamatokkal szeretnénk piacra lépni. Ahol már volt szerencsém erről a modellről beszélni, mindig ez a rész váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, de ez komoly. Ez komoly volt decemberben is, és most is komoly, sőt, most már írásba is adjuk, ami úgy néz neki, hogy röviden lenne egy vonulat, egy hitelkínálat a magánszemélyek felé, ami egy lakásfelújítás, korszerűsítés, tehát itt az alternatív energiák, megújuló energiák felhasználását támogatjuk. Valójában ez egy kamat támogatásos hitelkonstrukció, ahol a kamat támogatást nem a magyar állam, nem az Európai Unió, hanem a párti a takarékszövetkezet adja. És annélkül, hogy untatnám a csapatot, hogy hogyan tevődik össze a konstrukció, bár megegyeztem, az Ákos prezentációban is ki volt vetítve, hogy az emberek könnyen megérthető konstrukciókat szeretnének, hogy értsék meg, hogy miről szól. Hogy föl tudják ismerni, hogy neked szól. És ugye a legtöbb banki konstrukcióval az a probléma, hogy még legtöbbet az ügyintézők sem értik. És hogyha bemennek hozzájuk az érdeklődők, akkor el sem tudják nekik mondani, hogy valójában hogyan is néz ki ez a termék. Hát mi nem szerettünk volna ebbe a hibába. Egyszerű, könnyen megérthető konstrukciókban gondolkodtunk. Ez is ilyen, úgy működik, hogy van egy alapkamat, 3 havi bubor, itt ugye van egy felár, az adós minősítően függően, és amennyiben ő a megjelölt hitelt célokat, amennyiben teljesíti, például nyílászárókat cserél, hőszigetelést rak, a vízrendszerét, fűtésrendszerét korszerűsíti, illetve a szűkebb környezetét javítja, mondjuk fákat ültet, ezeket külön-külön mind premizáljuk, és úgy jön ki, hogy aki mondjuk első osztályú adós, és mindezen célokat teljesíti, akkor ő per pillanat a párti a takarékszövetkezettől 3 havi bubor, mínusz 1,25% kamattal tud hitelhez jutni. Én úgy gondolom, hogy per pillanat ilyen gondolkodású hiteltermékek nem nagyon vannak a piacon, nem fölfelé árazunk, hanem lefelé, és nem mondjuk meg az ügyfélnek, hogy most kötelező végrehajtanod a nyílászáró cserét, ha ő csak szigetelni akar, hőszigetelni akar, arra is van lehetőség, és azt is premizáljuk. Ugyanilyen gondolkodású hiteltermékek vannak a vállalkozói szféra felé is, talán még kedvezőbb árazással,
szintén ebben az alternatív energia gyártó és felhasználók vonatkozásában, illetve a biogazdálkodás vonatkozásában. Itt az árazási egybanki alapkamat -2%, tehát ugye az most 5%-on lehet forint hitelhez hozzájutni 10 évre, stabil, kiszámítható módon. És ugye emellé vannak a betét termék is, mert ugye szeretnénk forrást is gyűjteni, illetve ezen csoportok részére van egy számlacsomag is, amelynek az a jellemzője, hogy annyiban próbáljuk öková tenni, hogy minél kevesebb papír képződik a számlavezetés során, tehát elektronikus módon van lehetőség a számla kapcsolatot tartani. Ugyan a szervezők felhívták a figyelmemet, hogy a jelenlevők között valószínűleg legnagyobb részben civil szervezetek lesznek, és én pont azt a hitelkonstrukciót felejtettem el, ami a civil szervezetek felé szól. Ezért elnézést kérek, nem jelez ez semmit, hogy a végére hagytam. Ugye Magyarországon a bankok számára egy nehezen emészthető téma ez a civil szektor. Általában nincs vagyon, nincs kiszámítható bevétel, a pályázatok vagy vannak, vagy nincsenek, de hogyha meg is nyeri, egyáltalán nem biztos, hogy akkor kapja meg, amikor ő azt gondolja, vagy neki odaígérték. Hát ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a Pátria Takarékszövetkezet jogelődjei ilyen típusú finanszírozást már akkor is csináltak, amikor még nem gondolták magukról, hogy ő okotakarékok. Tehát ennek a gondolkodásnak, hogy a helyben lévő civil szervezeteket olykor át kell segíteni kisebb-nagyobb problémáikon, ennek a gyökerei már megvoltak a takarékszövetkezet elődjeiben. Most megpróbáltuk ezt egy rendszerbe foglalni, és hát Ákosékkal egyeztetve, illetve ezzel a külső monitoring bizottsággal, a közhasznú, illetve kiemelten közhasznú egyesületek felé szeretnénk egy nyitott lehetőséget adni, és mindenkinek teste szabott szolgáltatással élni. Ugye amikor tudom, már bőven elnézést kérek, csak még egy mondat. Sajnos, hogyha elkezdek erről a dologról beszélni, akkor reggelig tudnám folytatni, és mégpedig azért, mert ugye, mivel ez még nem egy teljesen kiforrott dolog, ezért nap mint nap alakul az én fejembe is, illetve minden találkozásnál impulzusokat kapok, adok, és próbáljuk alakítani, hogy még jobb legyen. És azért jó a hazai bank, mert ugye mi nem csak végrehajtói vagyunk egy gondolatnak, de döntéshozói is. Tehát abszolút tudjuk alakítani a dolgokat. Nem kell elmennünk Milánóba, Brüsszelbe vagy Frankfurtba, hogy engedélyt kérjünk, hogy itthon, a mi országunkban kiket és milyen módon támogassuk. Úgyhogy ezért ezek a termékek alakulófélben van. Bárki, aki jó ötlettel tudja ezt segíteni, egy döntés, és akár egy héten belül áthúzzuk azt a sort, és beírjuk, ami van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Éliás Csabának, és akkor megadám a szót Molnár Csabának, aki a Magnet Magyar Közösségi Banknak a képviseletében van itt, és akkor őtől is azt kérném, hogy 10 percre foglalja össze a Magnet Banknak a misszióját és tevékenységét. Köszönöm Zsolt, üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy itt vagyunk ebben a közösségi banki épületben is, mert egy kicsit beleláthattak abba is, hogy hogyan is formálódnak itt a tereink is, a fizikai tereink is, és hogy gondolkodunk az együttben, vagy közösségekben. És így is a Magnetet így abban eszerint szeretném bemutatni, hogy kapcsolódunk mi össze így együtt, akik itt ülünk ennél az asztalnál akár, vagy akár akik hallgatnak most, vagy épp ahogy én beszélek, mi mint szereplők a piacon, és magánemberként is. Mert a felelősségről beszélünk javarészt, amikor egy ilyen konferenciában az etikus gazdasági modellekről veszük górcső alá, és nehéz úgy beszélni vállalatok felelősségéről, hogy nincs benne az egyének felelőssége. Úgyhogy majd erre is szívesen kitérnék. Itt a közösségi terek kapcsán pedig annyit, hogy ez nem csak egy szimbólum, ez tényleg egy fizikai lehetőség is arra, hogy a személyes tereket is megnyitva azt a gondolkodásmódunkat, hogy külön vagyunk, elszigetelten mozdulunk a piacon, vagy vagyunk szereplőként jelen, az egy illúzió. És ez az illúzió rendesen építette az egocentrikus világunkat javarészt jó sok éven át.
akár évtizedeken vagy évszázadokon át is, és most valahogy ezzel szeretnénk szembe menni. Bankként a felelősségünk nagyon nagy. Amikor mi átalakultunk 2008-ban banká, akkor előtte volt már mögöttünk 13 évnyi takarékszövetkezeti működés, és a spanyol Cajanavara 30%-os tulajdonosként segített minket bank alakulni tőkével, és így kvázi passzív van résztvevője is ennek a minapi operatív működésünknek, de nagyon aktív alakítója a mi stratégiánknak. Amit Alberto prezentált, azokból nagyon-nagyon sok mindent átvettünk mi is, hiszen nagyon inspirálók azok az elemek. Jártunk a Triodosnál és a holland régmúltú etikus banknál is, személyes kapcsolatunk jó velük, és a német GLS bankkal is hasonló. Ők is inspiráltak bennünket, és mi is tanulmányoztunk más modelleket is. Így 2010-re, két év banki működés után léptünk piacra, akkor már Magnet Magyar Közösségi Bank néven. És hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy mi most új bankként működünk, új pénzügyi rendszereket építünk. Tulajdonképpen, ahogy mondtam is, ezt a közösségi szó az divatos, és nem csak azért, mert a közösségi média ennyire az életünk részévé vált, és nagyon sok közösségi megmozdulás is van, hanem tényleg fontosak ezek a kapcsolódások, és a kapcsolatok közötti szereplők, vagy a kapcsolat a szereplők között az egy olyan kulcs, ami tulajdonképpen banki oldalon segíti azt, hogy a bank hogy áll bele ebbe a felelősségébe. Ezzel azt értem, hogy ha a bank külön kezeli a betéteseit, külön a hiteleseit, és külön mondjuk a tulajdonosait, vagy a menedzsmentjét, akkora érdek ellentétben vannak a felek, ami feloldhatatlan. A betétes nagyon magas kamatot akar, a hiteles nagyon alacsony kamatot akar, a tulajdonos sok profitot akar, és kvázi nem is látnak egymásra, van egy nagyon jól működő banktitok rendszer, zárt információs rendszer, és kvázi lehet fejlőtlenül ígérgetni, és olyan terméket is fejleszteni, amivel a csillogónak tűnnek ezek a lehetőségek. Az, hogy ezt a kapcsolatot mi elkezdjük összehúzni, az nem csak azt jelenti, hogy mi, mint bank, beleállunk abba a felelősségünkbe, hogy egyrészt mondjuk hogyan hitelezünk etikusan vagy felelősen, milyen szűrők mentén szűrjük meg azokat a projekteket, akikhez a pénzt eljuttatjuk, akik tulajdonképpen forráshoz jutnak, és akik a világunkat formálva visszahatnak ugyanúgy ránk a személyes életünkre is, hanem arra is, hogy tulajdonképpen a személy, a betétes maga hogyan tud beleállni ebbe a felelősségébe. És ez a fajta, tulajdonképpen most akkor kicsit erre szeretnék kitérni, hogy önök, akik itt ülnek, hogy mekkora a felelősségük önöknek is. A bank beláll abba a felelősségében, hogy megnyitja ezt a platformot, nyilvánosra teszi, hogy milyen etikus szűrők szerint fog hitelezni, milyen módon, milyen transzparenciával, de az, hogy a betétes, mondjuk én, mint Molnár Csaba, személyesen a pénzemet beleteszem egy ilyen projektbe, az az én döntésem lesz már. Az én bizalmam, az én gondolkodásmódom, az én tudatosságom, az éberségem, és ez tulajdonképpen ez csak egy lehetőség, hogy felelősséget vállalok-e én, és irányítom a pénzemet ilyen módon, amikor éppen nem költöm, és nem fairtrade terméket vásárolok, hanem amikor éppen megtakarítok. És ezt a fajta lehetőséget a felelősségvállalásra, tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon fontos együttműködés innentől kezdve. Nagyon fontos az, hogy persze bízzanak ebben, hogy ez a bank hogyan lesz transzparens, és hogyan működik ilyen módon. És ebben ezt a bizalmat nagyon segíti azt, hogy az Alberto is prezentálta, ez a Cajanavara modell nagyon-nagyon jól hagymahelyi rétegszerűen hozza közelebb azokat az embereket is, akik kiirtóznak a felelősségtől, vagy nem gondolkodnak ilyen klaszterekben, vagy tényleg olyan szempontból élik még az életüket, hogy csak a rövidtávú profit érdekli, vagyis a legmagasabb betéti kamat. És amikor közelednek egy ilyen bankhoz, lehet, hogy először csak az vonzza be őket, hogy szociális projekteket tudok finanszírozni a bank profitjából. Mert megmondja a bank, hogy mennyit keresett rajtam, és én ebből a bank profitjáról gondolkodva adom ezt a kedvenc civil szervezetemnek, például a Védegyletnek. És akkor ez mondjuk szociális érintett vagyok, ennyi nekem elég, akkor ennek mentén választom a bankot. És ugye, ahogy jutunk bejebb itt a rétegek mentén, jelenik meg a szociális, az a CSR szempontokon túl az a fajta banki core business, vagy nagyon fontos felelősség, hogy a bank mit kezd a pénzével, és én tudom-e irányítani a pénzemet. És amikor létrehozzuk ezt a mentor betétet, és például találok egy olyan mondjuk bioméhészetet, akitől vásárolom a mézét, akkor én, és látom, hogy ő hitelfelvevője a banknak, akkor el tudok gondolkodni azon, hogy én beteszem-e a betétemet emögé a hitelprojekt mögé,
tudva azt, hogy ez egy normál betét, és a pénzemet így is úgy is garantálja az OBA, kapok rá akár kamatot is, normál piacit, de lemondhatok akár a teljes kamatomról is, vagy bizonyos százalékáról is, ami egy az egybe átmegy a hitelfelvevőnek. Tehát ez a méhészetnek olcsóbb lesz a havi hiteltörlesztője. És ez nem csak azt jelenti, innentől kezdve beindul ez a fajta közösségi felelősségvállalás, hogyha annak a méhészetnek vannak beszállítói, vannak fogyasztói, kollégái, munkatársai, hogyha ők elkezdenek abba gondolkodni, hogy hogyan szeretném megtartani ezt a méhészetet, vagy hogyan szeretném látni ezt a méhészetet működni még 20 év múlva is, akkor tudok hatással lenni rá. Úgy, hogy én kvázi nem kockáztatok semmit, csak irányítom felelősen, tudatosan a pénzemet, mint hogy a Fairtrade termékeknél is, tudva azt, hogy a perui termelő tényleg oktatásra fogja fordítani a nem 5 centet, hanem az 50 centet, amit a kávé után kap. És ezzel a mozdulattal tulajdonképpen, vagy ebben a mozdulatban tulajdonképpen a betétesek állnak bele. A banknak a feladata ebben az, hogy nagyon transzparensen és a rendszert nagyon átláthatóan működtesse és jól kommunikálja. Ezek a legfontosabb iránytűink nekünk, és ebben nagyon sok terméket hoztunk létre, és építjük ezt így hagymahéj rétegszerűen kifelé is, hiszen azért az, aki tudatosan vásárol, és tudatosan megtakarít, az nagyon-nagyon kevés. Kevés százalék, tehát mi egy réteg bank maradunk és vagyunk, és egy réteg piacot szolgálunk ki. Az a jó hír számunkra, hogy ez a réteg, ez egy erősen véleményvezér réteg, olyan felelősebben gondolkodó emberekből áll, akik kevésbé egocentrikusan élik már az életüket, és egyre többen vannak. Ebben a válság is nagyon segít, hogy elgondolkozzunk azon, hogy milyen értékek mentén vagy hatottunk a világban, vagy működtünk, vagy választottunk, vagy hoztuk meg a döntéseinket. Úgyhogy tulajdonképpen azért az jó hír, hogy mi ebben a nem növekedési degrowth movement, ahogy erről hallottunk Vincenttől talán, tegnap reggel, hogy azért van ebben növekedési potenciál is, de nem cél, hogy nagy bank legyünk, vagy középbank legyünk. Azt a méretet, azt az optimális méretet találjuk meg, amit épp az a réteg piac épp megkíván, és ebbe álljunk bele teljes elánnal. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen Molnár Csabának, és akkor Béres Tibort kérném meg, aki az Autonómia Alapítványt képviseli itt, hogy tartsa meg kis rövid expozéját. Ugye eddig az etikus bankokról beszéltünk, az Autonómia Alapítvány az nem egy bank, viszont hát egyfajta sajátos hitelezési, mondjuk így gyakorlatot kezdeményezett, ez amit mikrohitelnek szokás hívni, úgyhogy ilyen értelemben nagyon is helye van itt ebbe a panelba, akkor kérlek, hogy... Köszönöm szépen. Jó lenne bemutatni az elején az Autonómia Alapítvány, de erre most úgyse lesz idő, és annyit el szeretnénk mondani, hogy két dolgot, hogy mi cigányokkal foglalkozunk, a mi célcsoportunk 90 óta magyarországi cigányság, főként a hátrányos helyzetű kis településen élő cigányság. Ez az egyik, a másik, hogy annyi mindennel foglalkozunk, hogy felsorolni se tudnám, az mint a honlapunkon elolvasható, hogy mennyiféle programunk van most. De az egyik fő iránya a tevékenységünknek az a pénzügyi fejlesztés, és mi inkább mikrofinanszírozásról szeretünk beszélni, mikrohitelezésről, sőt arra vagyunk általában legbüszkébbek, hogyha a hitelprogramingba lebeszéljük az embereket a hitelfelvételről. Azok a sikeres hitelprogramjaink, és a 10 percben valószínűleg nem fog beleférni mindaz, amit el szerettem volna mondani, úgyhogy megpróbálom picit fókuszálni a mondandómat, de azért összedugdosok itt, amit kell. Valóban mi civil szervezet vagyunk, nem bank, és állandóan trükköznünk kell. Ez nem azt jelenti, hogy kiskapuzunk, vagy hogy hát jogkerülő magatartást folytatnánk, de ugye a civil szervezet az alapvetően nem arra jött létre, hogy hiteleket nyújtson. Mi kipróbálunk, tesztelünk módszereket, és eszünk ágában nincsen azt az egyre inkább növekvő célcsoportot, mert mi egy növekvő célcsoportról beszélhetünk, kiszolgálni Magyarországon, akiket általában bankképtelennek szoktak nevezni. A bankképtelenségnek általában két oka van. Erről se szoktak által beszélni, hogy ez egyrészt megjelenik a bankok oldalán, tehát az okok a bankok oldalán, de arról meg nem túl PC beszélni, hogy hát elég komoly okokat lehet találni de a potenciális célcsoport körében is, és érdemes ezeket az okokat azért elég alaposan végigbeszélni, nem most, de hogy amikor erről a kérdésre beszélünk, akkor mind a két oldalt érdemes
körüljárni. Csak így felsorásszerűen azért nem szeretik ezt a célcsoportot nagyon finanszírozni a kereskedelmi bankok, mert egyrészt magas tranzakciós költségek vannak, kis összegű ügyletek vannak. Ez egy nem kívánatos ügyfélkör. Tegnap az igazgatóm kijavította a PPT-t, és azt mondta, hogy hagyjam már ki azt, hogy utálatos. De azért mi együtt szoktunk működni állandóan takarékszövetkezetekkel, nagyon jó tapasztalatunk van, de hát azért van egy-két tagszöv, akivel azért nem tudunk együtt működni, mert nem akarják a fiókjaival a cigányokat látni. Mert ugye, ahol megjelenik a jó sok cigány a takarékszövetkezeti fiókba, onnan a fehér középosztály hát úgy kivonul, nem szeret ott lenni. És ez egy nagyon nagy probléma. Ezt se fogjuk most ma végigbeszélni. A fiók hálózat lefedettség hiánya is egy komoly bankoldali probléma. A mi célcsoportunk hátrányos helyzetű kistelepéseken, és bár a tagszövöknek elég komoly fiók hálózatuk van, nagyon sok olyan kistelepés van Magyarországon, ahol nincs fiók, és hát a számlavezetési díj mellé azért mondjuk a buszjegy költséget is oda kell érteni ilyenkor. A mi célcsoportunk ezt nem engedheti meg magának. És hát ugye nem, az nem biztos, hogy jó, hogy rosszul dizájnolt termékek, de az viszont biztos, hogy ennek a célcsoportnak nincsenek dizájnolt termékek. Tehát, hogy ezek nem igazán megfelelő termékek, amiket nyújt a jelenlegi banki környezet, amik igazán optimálisak vannak ennek az ügyfélkörnek, tehát potenciális ügyfélkörnek. Na és ügyfél oldal mi van? Magas kockázat van, senki nem vitatja, van egy nagyon komoly fedezet hiány. Itt azért annyival ezt kiegészíteném, hogy formális fedezet hiány. Ez azt jelenti, hogy amiket általában a kereskedelmi bankok tehát fedezetnek tudnak tekinteni, olyan nincs, és olyan tényleg nincs. Rövid távú fogyasztói minták vannak, ez is egy nagyon széles, hosszú ügy, ebben nem igazán érdemes most belemenni, de van egy Robin Hood effekt, ez is egy izgalmas kérdés. Hát a gazdagtól elvenni nem szégyen, sőt. Most a kereskedelmi bankok azért a dark side általában ebben a célcsoportban, és én azt nem mondom, hogy ez így van, vagy nem így van. Én csak azt mondom, hogy mi a percepció. És hát onnan nem szégyen elvenni ez a Rózsa Sándor, hogy érthetőben. És hát ugye vannak a szegénység vámszedői, nagyon sok olyan ügylettel találkoztunk, amikor totálisan bebukott a fogyasztói hitel ügyletek, amikor már a hitel felvevője tudja, hogy azt a hitelt nem is fogja visszafizetni, nem is akarja visszafizetni. Sőt, és itt jönnek be a szegénység vámszedői, nem is ezek az emberek fogják a hitelt felhasználni. Tehát ezek gyakorlatilag csalások, de hát azért ebben van egy ilyen szép összejátszás, mutizás az ügyfél oldalon is. Jó van, a sokat beszélni, de most nem tudunk, hogy ez hogy is alakul. Mire való a bank? Innentől kezdve jön a mi munkánk, amit csináltunk idáig, és talán még fogunk, biztos. Hát a profit keresése. Tehát én abban az általában nem nagyon szoktam hinni, amikor azt mondják, hogy a bank az nem arra való. Szerintem a bank az arra való, meg pénzügyi szolgáltatások nyújtására. És ami amellett jön, az már szerintem a kiegészítő szolgáltatás, a bónusz, a haba tortán, de azért a bank az alapvetően a profitról kell, hogy szóljon, azt gondolom. Társadalmi integrációról is szólhat a bank. Ugye a legújabb bizottsági, Európai Uniós Bizottság irányelv szerint, hát a tagállamoknak erősen proponálni kellene az ingyenes számlavezetést. Tehát lesz egy ilyen tanácsi bizottsági elvárás, mert azt reméli az Európai Bizottság, hogy ez majd a társadalmi integrációt elő fogja segíteni. Biztos. Egy bizonyos rétegben, de kicsit azért szkeptikusak vagyunk. A pénzügyi fejlesztés, mint lehetséges közös nevező. Én azt gondolom, hogy itt volna az a pont, ahol együtt lehetne működni a teljes banki szektornak, civil szervezeteknek, és hát az ügyfélkörnek is. A teljes magyar társadalom, nem mondom, hogy pénzügyi analfabéta, amikor nagyon kell, akkor értenek hozzá, rettentes módon jelzálok hiteleikhez utólag. De azért az igaz, hogy van egy elég komoly pénzügyi ismerethiány, és én azt is gondolom, hogy azok a fajta, tehát a bankok jobban beleállhatnának ebbe a fajta pénzügyi fejlesztésbe. Hát, hogy a bankolás alapjait meg kéne azért tanulni, hogy mire való az. Nagyon sok jó példát lehet látni az elmúlt években Európában, és valahogy úgy van az, hogy általában Európán túlról jönnek a jó kezdeményezések. Ez az én személyes tapasztalatom, nem biztos, hogy így van, de amiket utóbbi időben láttunk az elmúlt 10x évben, amióta az autonómia alapítvány aktív ezen a területen, azt szerintem minden Európán kívülről jött újítás. És hogy ez most evolúció vagy alternatíva, azt nehéz megítélni. Én inkább azt gondolnám, hogy inkább ez egy másik szektor.
Tehát sem azt nem mondanám, hogy a kereskedelmi banki szektor kezdett el fejlődni valami teljesen más irányba, de azt sem gondolnám, hogy alternatívaként kéne ezt kezelni. Ez egy másik szektor, ez egy szociális fejlesztés, szociális fejlesztő szakma, ahol a hitelezést, a mikrofinanszírozást eszközként lehet és kell használni. Tehát a hitelezés, meg a mikrofinanszírozás, a finanszírozás az nem egy cél. Az arra jó, hogy valamihez eszköz legyen. Hát három oldalon, három irányból szoktak a kezdeményezések jönni. Vannak társadalmi kezdeményezések, hát nagyon sok civil szervezetnek zakatol az agya azon, hogy lehetne megreformálni a pénzügyi szektort. Vannak jó ötletek, meg vannak kevésbé jó ötletek. Banki belső kezdeményezések is vannak, amikor a bankokból belülről jön egy ilyen motiváció, és ezek általában sokszor CSR programokba futnak ki, vagy pedig, mint előbb is hallottuk a korábbi két példából, átalakul a banknak a filozófia, és ezáltal a termékeik is. És vannak felülről jövő kezdeményezések, ezek elég ritkák, itt van a uniós Jasmine program, ezeknek a hatékonyság az elég korlátos. Készítettem egy táblázatot, amik itt innentől kezdve jönnek, ezek publikációban fönt vannak az autonómia honlapján, tehát hogyha amit nem tudok elmondani, akkor azokat meg lehet ott találni a honlapunkon. Azt szeretném most itt ebben a táblázatban bemutatni, hogy itt most egy konkrét, elég innovatív programról szeretnék beszélni, ez a negyedik oszlop, az, hogy ott van egy CAF. Comunidades Autofinancia Dadas. No? Was it correct? Thank you. Önfinanszírozó csoportokat jelent ez. Ezt Közép-Amerikában találtak egy bizonyos Solomon nevű közgazdász, és tökéletes, ez nagyon egyszerű. Olyan egyszerű, mint a mákos tészta ez a rendszer. Összeáll 10 ember, és alakítanak egy bankot. Arról szól ez a rendszer, hogy, és talán a legfontosabb ismérve, hogy se bele nem megy tőke, se kifele nem megy tőke. Se bele nem megy semmiféle fejlesztési forrás, támogatás, meg pályázati pénz, meg hasonló, se kifele nem megy kamat, vagy bármiféle díj. Ez a 10 ember létrehoz egy 12 létrehoz egy csoportot, és elkezdik havonta bepakolgatni a pénzt. Az egész rendszert most nem mesélem el, de mert nem az, hogy bonyolult, de sok ismérve van neki. Ezt is leírtuk egy tanulmányban, ami fönt van a honlapunkon. Itt most azért mutatom be, hogy mi a különbség, hogy mi az igazi újdonsága ennek a modellnek, és összehasonlítom a hagyományos kereskedelmi banki modellel, illetve az eredeti mikrohitelprogramokkal. Én nagyon nagy kritikusai vagyunk az eredeti mikrohitelprogram struktúráknak. Ezeket nagyon nehéz. Ugye itt általában a Grameen Bankról szoktak beszélni. És ezeknek az adaptációja Magyarországon, ha valakit érdekel, akkor a szünetben majd megmondom neki, négy szem között tökéletes csőd volt. Ezeket a modelleket nem nagyon lehetett idáig adaptálni Magyarországra. Ennek van jogi, szabályozási, társadalmi, gazdasági, ezer oka van neki, hogy miért nem lehet ezeket jól adaptálni Magyarországra. Tehát ezt a két rendszert hasonlítom össze. A hagyományos kereskedelmi banki rendszerben a hitelkihelyezés a betétesek pénzébe történik, ezt mindenki tudja. A mikrohitel programokban, az eredeti struktúrában a hitelforrása az általában külső támogató vagy támogatói pénz, állami pénz szokott lenni, illetve az elmúlt 10 évben már megjelent a betétgyűjtés funkció is ezeknél a mikrohitel szervezeteknél. A CAF csoport az önmagát finanszírozza. Amit betesznek, az van, azt adják ki kamatra, de a kamat is az övék lesz. Sőt, büntető kamatokat is fizetnek önmaguknak. Aki például elkésik a csoportülésről, vagy nincs ott, az büntető kamatot fizet. És ez is a csoporté lesz, és ebben a közegben ez nagyon kell. És elfogadják, és vidáman fizetik ezt a pénzt be. A tulajdonlás, és tényleg így van, egyébként nagyon szívesen korlátozott számba, de szívesen látunk érdeklődőket, ilyen csoportokat meg tudunk mutatni. Tehát, hogy vannak ilyen csoportjaink. A tulajdonlás a hagyományos banki rendszerben, ugye részvényesek vannak, akik a pénzüket profit szerzési célra pakolják be. Mikrohitelprogramoknál, ugye, ahogy mondtam, jobbára kormányzati szervezetek vagy NGO-k a tulajdonosok. Ennek a CAF modellnél a csoportok esetében
nagyon leegyszerűsítem, mintha részvényesek lennének a tagok. Ez közelebb áll a magyar jogi struktúrában a részjegyhez. Tehát részjegyük van, mindenki annyi részjegyet jegyez, amennyit akar, amennyit tud, és ez fejezi ki a tulajdon részét a csoport tőkéjében. És most itt azért egyszerűsítgetek, hogy kicsit halljunk. Mi a résztvevői motiváció? Hagyományos kereskedő banki modellben az ügyfelek azok fizetnek az igénybe vett szolgáltatásért. A eredeti mikrohitel programokban meg a hitelfelvevő fizet, de hát azért ott szociálpolitikai megfontolás van. Ezért tolnak egy csomó szolgáltatást a mikrohitel programok mögé általában. És azért mondjuk itt a költségstruktúrát is ez meghatározza. A KAF programban maguk oldják meg a pénzügyi problémáikat, ha tudják, és van egy közösségi élmény. Senki nem nyújt hozzá kiegészítő szolgáltatáshoz forrást. Mi a szervezeti motiváció, hogy mondtam, hagyományos kereskedelmi banki rendszerben profitot kell szerezni. Eredeti mikrohitel programban a motiváció az, hogy legyen egy folyamatos működés gyakorlatilag. Azt tudjuk, hogy ahol támogatásból, pályázati pénzből működik valami, ott a folyamatos működés az általában bebetonozza azt a fajta folyamatos működést, és ez azért elég nagy probléma is ezeknek a rendszereknek. A KAF-nál meg ami van, szervezeti motiváció, az, hogy van egyfajta közösségfejlesztés. Ezek az emberek összejárnak, beszélgetnek, kicsit a pénzre, aztán már utána minden másról, terveikről, de a lényeg az, hogy a fejlesztő, ilyen esetben az autonómia, vagy például Barcelonában a ACAF nevű szervezet, elengedi ezeket a csoportokat. Van egy mentoruk, aki mindig tag ebbe a csoportba. Én is tag vagyok a Kunszent Miklósiba, tehát beletettem a pénzemet, akkor hiszik el az emberek, hogy komoly a dolog. Egyébként nem. De egy idő után kiszállunk ebből, és átadjuk a stafétát, hogy csináljátok, mert már megtanultátok. Jó, amiről még itt szeretnék beszélni, az a kiegészítő szolgáltatás, az utolsó sor. Az utolsó kettő rendszernél, a mikrohitel programnál, a KAF-nál van pénzügyi fejlesztés, mint funkció. Ez cél is. Ezért van, hogy a pénzügyi edukáció, hogy kicsit fejlődjek, de a KAF-nál nincs direkt pénzügyi edukáció, nincs tréning. Nem papolunk, csinálják. És azt szoktuk mondani, hogy a KAF az egy szabad forráskódú rendszer. Mi átadjuk ezt az egészet. Van egy kidolgozott template, igen. Tehát, hogy van egy dokumentáció ennek az egésznek, ami megmondjuk azt, hogy mibe kell dönteniük. Hogy döntsetek ebben, de hogy mi a döntés, az már a ti dolgotok, és elmondjuk, hogy pro és kontra. Tehát, hogy mi múlik azon például, hogy mekkora a legmagasabb felvehető hitel összeg, nem összeget határozunk meg, hanem a részjegyhez való arányt határozzuk meg. Tehát de el kell magyarázni az embereknek, hogy ez gyakorlatilag a kockázat viselési hajlandóságát fogja megmutatni a csoportnak, és megértik. És majdnem, hogy írni-olvasni nem tudó emberek is ezt a dolgot megértik. Na. Három programunkról akartam volna beszélni. A KAF-ról beszéltem. Van nekünk egy esélykassza modellünk és egy IDA programunk. Az IDA-nak nincsen hitelkomponense, arról most itt nem fog beszélni, az távol van a banki modelltől. Ez egyéni fejlesztési számlát jelent, ez az utolsó sor. Itt kiegészítő támogatást adunk. Időhiánya, azt mondom, olyas, mint a lakáskassza, de a nagyon nagy különbsége. Az egyik különbség az, hogy nekünk nincsen akkora érdekünk abba, hogy itt mindenképpen ügyfeleket rekrutáljunk. Hát van, mert egyébként nem fog futni a program, hogyha nincs benne ügyfél, de nem ráncigálunk be mindenképpen embereket, viszont ami nagyon fontos, hogy mi ezt az egész idát, ezt a kiegészítő támogatást méznek tekintjük a madzagon. Tehát ezért, vagy valószínűleg belép valaki, de a pénzügyi képzés az, ami igazán fontos. Ez az IDA program, és ami nagyon fontos, hogy és még az esélykasszáról is egy szót csak, ez egy előtakarékossági modell volt, 6 hónapon keresztül a csoportok, itt is csoport van, mindenki betett 5-6 ezer forintot, teherbíró képességtől függően valahány ezer forintot havonta, összegyűlt egy csoport tőke, egy letéti számlám, és a letéti számlát mi egy hiteltőke kerettel ugyanakkor összeggel kiegészítettük, és vehettek föl önmaguktól, hát vehettek föl hitelt. Ehhez a fejlesztettünk egy közösen a noba.hu-val egy internetes felületet, egy interaktív felületet, ahol viszont az ügyfeleink saját maguk követhetik a saját hitelüknek a sorsát. Oda pakolják fel a hiteligényt, odaírják meg, hogyha
nem tudom, jó, hogyha megellett a malac, meg, és komolyan mondom, mert volt olyan hely, ahol malacra vettek föl hitelt, vagy hogy kész lett a házuk, föltöltenek rá fényképeket, és ott lehet látni azt is, hogy mennyi pénzt fizettek vissza, és a csoporttagok látják egymás hitelügyletét. Tudnék, hogyha valaki nem fizet vissza, akkor először közösből vonunk el a letéti számláról. Hát ez, hogy nyilván az ügyfélérő, de az már úgyis üres, utána az ügyfélérő is. Egymás szépen tudják motiválni arra, hogy fizessék vissza a pénzt. De a büszkeség is ott van. Hát látják egymás házait, és ez nagyon jó. A szokásos kérdés az szokott, hogy na jó, jó, de ennek az ügyfélkörnek hát nincs internet. Egyrészüknek nincs, egyrészüknek meg van. Hál' Istennek az az internet penetráció egyre magasabb. A másik meg az, hogy mindenhol van, ebben a programban van mentorunk, aki kap egy laptopot, és szépen fölviszi a delikvenseknek az adatait, és mutogatja, hogy na nézd meg, te így állsz, ő meg úgy áll. De egyébként azt mondjuk mindenkinek, hogy aki, és ez elég célcsoport függő a dolog, aki a használtautó.hu-n, a Vaterán elboldogul, az tuti fix, hogy ezen még vidában abban el fog boldogulni, mert ezen egy csomó kép is van, meg ilyen piktogramok, tehát ez nagyon jól tudott működni. Mind az összes programunkat jellemző az úgynevezett asset building megközelítés. Az asset building megközelítés az az, hogy tartós javakra költsék a pénzt. Erre mondtam azt, hogy hitelt, veszjük le a hitelről, kicsit árnyalom, vegyen föl hitelt, de olyanra vegyen föl hitelt, ami a hosszú távú boldogulását ennek a háztartásnak elő tudja segíteni. Soha nem adtunk, és hogy őszinte legyek, nem is nagyon kértek. Ha kérnének, akkor nem volt jó a pénzügyi képzés része a programnak. Amin azért úgy végig mennek. Soha nem kértek plazma tévére, pedig az nagyon kell. Soha nem kértek híradástechnikai dolgokra, nem kértek ruhára, nem kértek ételre. Az utóbbi kettő kicsit más azért, mert ezeknek az embereknek az nagyon kéne. De nem kértek rá, mert belátták azt, hogy inkább rendbe rakják valahogy a fürdőszobát, vagy nagyon tipikus volt mindig az ERESZ csatorna, meg az ilyenfajta beavatkozások a házakon. Általános tapasztalatok. Hát ezek a programok rendtentő jól működtek tavaly előttig, de beütött a krach. Ezeknek a, hát csak egy dolgot hadd említsek meg, hogy nem tudom, sokan tisztában vannak azzal például, hogy a bérpótló juttatást felváltott a jövedelempótló, FHT, igen, FHT, ez a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, a közhasznú munkáért kapható pénz 20 000 forinttal csökkent. Pont abban a szegmensben csökkent a háztartási bevétel, akikkel mi együtt dolgozunk. És ahol egyébként is nagyon nehéz volt a 3-4-5 000 forintot havonta kinyögni, ott most ott tartanak, hogy éheznek. Tehát egyszerűen nem tud az IDA programunk, és ezt akartam előbb elmondani, hogy az IDA-ban van, hogy támogatást adunk. Vissza nem térítendő támogatást, több ide hitelt adunk. Az IDA-ban a legnagyobb a lemorzsolódás. Mert ott a legkötöttebb a havi megtakarítási összeg. Egyszerűen teljesen eltűnt a megtakarítási kapacitás ebben a szegmensben. Az autonómia az nem egy gender-orientált szervezet. Két, nem tudom, kerüljük az idegen szavakat. Nekünk ezzel semmi bajunk, csak nem foglalkozunk vele. Mi romás alapítvány vagyunk. Tudtuk azt a nemzetközi szakirodalomból, hogy általában nőkre lehet alapozni ilyen programokat. De nem úgy céloztunk. De úgy jött ki, hogy az összes csoportunkban átlagot vonva több mint 75% a nő. Úgyhogy a bankos kollégáknak mondom, hogy tehát ilyen termékkitalálásban, igen, szóval, hogy így tudnak működni ezek a programok és csoportok is. Ott működnek ezek a rendszerek, ahol van helyi hős. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre se lesz most idő. Ahol van helyi hős, legalább egy olyan ember, aki egyrészt megérti, hogy mit beszélünk, másrészt meg a többiek is el tudja hitetni és tartani, tudja bennük a lelket, meg összeszervezi a csapatot, ott tud működni. Ha nincs ilyen helyi hős, mi ott tótágast állhatunk. Ott be fog bukni a csoport, ha lesz egyáltalán. Jó, ami még itt érdek. Bizalmatlanság, állandóan piramis játéknak néztek bennünket. Most erre van egy érdekes mellékszál, hogy persze én is aznak néztem volna magunkat. Tehát idejön valaki, hogy tegye be a pénzt, mert utána szép lesz meg boldogság, hát ezt én se hinném el egyébként. Ott tudtuk ezt megtörni. Az autonómia 90 óta működik, mi azért eléggé ismertek vagyunk így romak körbe. Tehát ahol már ismertek bennünket, ott azért ebben nem volt nagyon nagy gond, mert mondták, hogy hát jó, lehet, hogy csúnyán beszélnek, rosszul öltözködnek, de azért ideig nem voltak inkorrektek. Tehát ott azért ugye el tudtuk magunkról hitetni azt, hogy ezek voltunk mi. Tehát, hogy el tudtuk magunkról hitetni, hogy ez nem jó a stílusunk, de azért nem csapunk be embereket. De azért általában az volt a tapasztalat, hogy ahol
az önkormányzat, vagy valami helyi respektel bíró entitás mellénk állt, ott tudtunk rendesen indulni. Egyébként ez a bizalmi tőke tökéletesen hiányzott, és a mellékszál, hogy ez ott ütött be igazán, ahol a helyi uzsorás megértette, hogy mit akarunk csinálni. Szóval ahol átjött az uzsorásnak, hogy hosszú távon, azért ez neki annyira nem biznisz. Na lehet, hogy nem fogjuk az egész piacot elenni előle, mert ez képtelenség, de hát ez neki nem olyan jó. És akkor az uzsorás kezdte el ezt leginkább terjeszteni. Sőt, eljött a megbeszélésre, és mi ez, és elkezdett ott hát ördög ügyvédjét játszani. Nagyon jó sztorik voltak ezek. Általában jó volt a tagszövőkkel az együttműködés, viszont az tényleg tapasztalt, hogy azért előfordult az, hogy azt mondták, mikor kidőtt, hogy cigány ügyfelek, ez nem egy cigány program volt, azt el kell, hogy mondjam, mi földrajzi célzást alkalmazunk, mint most az Unió. Olyan helyekre megyünk, ahol nagyobb arányban lakik cigány lakosság. És ott viszont mindenki beléphet, lépjen is be a programba, aki azonos szociokulturális, meg gazdasági körülmények között él. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy nem azt jelenti, hogy csak cigány léphet be a programba. Lehetséges a folytatás. Én azt gondolom, hogy mi, mint autonómia, nem fogjuk folytatni. Nekünk erre se kapacitásunk, meg se mandátunk, meg missziónk. Mi ezt kipróbáltuk, leírtuk, és ott van minden honlapon, és átadtuk a megbízóknak. De erre a politika nem vevő egyáltalán. Ennek tudjuk, hogy több oka van. Azt nem hinném, hogy itt bármiféle piaci konkurenciáról szó lenne, hiszen még egyszer ezt a célcsoportot nem tekinti, se a kereskedelmi banki szektor potenciális ügyfélkörnek. Hát a szociális ellátórendszerűnek meg éppen elég baja van velük, hát pláne nem akar még a nyakába egy ilyen innovatív, meg nagy rugalmasságot igénylő beavatkozási formát, mint a pénzügyi fejlesztés még megkapni. Bár azért vannak kivételek, az adósságkezelési program mondjuk egy kivétel. Nagyon nehéz ezt nekünk továbbadni, és azért fáj ez nekünk, mert mi elég önkritikusak tudunk azért a saját dolgainkkal lenni. Azért mi nagyon sokat szenvedtünk, és nagyon sok bukott programunk volt a mikrofinanszírozás területén. Tehát 2004 óta kísérletezgetünk. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a hagyományos mikrofinanszírozási módszer nem adaptálható Magyarországon. Csavartuk jobbra, csavartuk balra, az úgy nem ment. Tényleg bebukott projektjeink voltak. Ezek viszont nem azok. Ezek viszont mennek. És azért fájó nagyon, mert itt valami miatt a politika tényleg sorba áll a Gremin típusú, tehát minden a Gremin típusú modellt akarnak. Biztos azért annak az a neve, hogy szegények bankja. De erre viszont nem igazán látszik felvevőkészség. És már csak az is furcsa ez nagyon, mert ugye a jelenlegi szociálpolitika nagyon szereti, hát előszeretettel szereti ezt a fajta megközelítést használni, hogy feltételhez kötött támogatás. Na most azért nyilván egy szofisztikáltabb módon, de amit mi csinálunk, az egy feltételhez kötött támogatási forma. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Béres Tibornak is. Hát hivatalosan 3:30-ig tartott volna a szekció, de később kezdtük, úgyhogy azért még van egy 15-20 percünk beszélgetni. Én most visszafogom magam. Nem leszek én aktív moderátor, mint az előző szekcióban, és átengedem a terepet a közönségnek. Kérem, hogy rövid észrevételekkel, rövid kérdésekkel az elhangzottakhoz. Itt van egy... Összegyűjtünk megint néhány kérdést, megjegyzést. Köszönjük szépen az előadásokat. Bocsánat, csak egy pillanatra visszaugranék. Délelőtt lett volna még egy kérdésem így a hallgatósághoz, hogy mindebből hogy lesz 1 millió munkahely. Tehát, amit hallottunk ebbe a két napba, ugye összesen én próbáltam számolni, hát olyan 100 vagy 150 munkahely. Azt nem a védegylet ígérte az 1 millió munkahelyet. Mondom, hogy nem rajtunk kell számon akkor körülni. Most ide fordulunk, tehát, hogy nem tudom, hogy a autonómia alapítvány, tehát, hogy befejezi a működését az alapítvány, vagy... Ja, bocsánat. Ja. Nekünk az nem dolgunk, nem arra vagyunk, hogy mi éveken keresztül ugyanazt csináljuk. Tehát erre nekünk pénzt se ad senki. Mi addig működünk, amíg valamire adnak pénzt. Igen. Nekünk az a dolgunk, erre kaptuk a támogatókat a pénzt, hogy ezt a modellt dolgozzuk ki, adaptáljuk, próbáljuk ki, és foglaljuk össze a tanulságokat. Uh-huh. Kész. Ez megtörtént, és idáig jutottuk. És, hogy mondjam, lehet jelentkezni mentornak? Igen.
Igen, de szívesen lássak meg. Almási Tamás vagyok. Annyi kérdésem lenne, hogy amennyire én a takarék szövetkezetek hazai működését ismerem, ez alapvetően a menedzsment kezében van az irányítás. Nem igen látok ilyen intézményi garanciákat. Az, hogy egy-egy szövetkezet hogy működik, az alapvetően annak a szövetkezetnek a vezetésén múlik. És hát az lenne a kérdésem, hogy most a Pátriánál milyen garancia van arra, hogy ha változik a vezetőség összetétele, akkor ugyanezek a programok tovább mennek ugyanezzel a szellemiséggel. Van-e erre garancia, vagy ez mitől fog függni? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy az említett spanyol bankok bármelyikében van-e állami tulajdon? Köszönöm. González Fabián vagyok megint. Én, mint egy spanyol szervezetnek a képviselője, én nagyon örültem, amikor olvastam a Magnet Bankról, és az, hogy spanyol tulajdonosa van. Észak-Kelet-Magyarországon tevékenykedünk, és tudjuk, hogy ott a támogatások és a támogatásoknak az intenzitása jelentős, lehet mondani. Viszont közködnék az ottani önkormányzatok, vállalkozások, amikor kapnak egy támogatást, is biztosítani kell az önerőt. Keresnek finanszírozási lehetőségeket. A tapasztalatunk az, hogy kezdtünk mi terjeszteni, hogy létezik egy ilyen bank, drukkolunk is jelenleg nagyon, de találunk egy kis ellenmondás ebben a dologban, hogy Budapest egy székhelyű, és a vidék, pláne ez a rész, nagyon el van magára hagyatva. Utolsó úrnak az alapítvány képviseletében említett, hogy kintről jönnek a jó ötletek. Mi is Dél-Amerikában tevékenykedünk, és vannak olyan érdekes programok, amivel a bankok, amikor nem tudnak lenni a távoli helyeken, mégis már megtalálták a módját, hogy ott legyenek az emberek közelében. Nagyon szívesen átadjuk ezeket a tapasztalatokat. Ez az egyik. A másik dolog, amit szintén említeném, hogy az emberek olyannyira nem akarnak már bízni a pénzüket a Dagobert bácsi típusú bankoknak, hogy érdemes gondolkodni, hogy tényleg nagyon ott kell lenni körülöttük. És még egy konstruktív kritika. Nagyon fontos lenne javítani a kommunikációban, majd lehet, hogy személyesen megmondom, hogy mit történik, hogy miért mondom ezt, a külvilág és a bank között, pláne a távoli helyekről jelenkezők miatt. Köszönöm. Én a bankok által támogatott szociális projektek kiválasztásával kapcsolatban szeretnék egy-két megjegyzést tenni. Ugye elhangzott mindjárt az első előadásban, hogy a Banka Civica áttért arról, hogy az igazgató tanács válassza ki a szociális projekteket, arra, hogy az ügyfelek választhatják, hogy melyik projektnek akarják a támogatásukat adni. Most kíváncsi lennék, ugye láttunk is grafikont arra, hogy megváltozott a preferált, vagy hát a nagyobb támogatásban részesülő projekteknek a listája. És kíváncsi lennék a tapasztalatokra, mert hogy én őszintén szóval eléggé kritikus vagyok az ilyen válassza ki a néptípusú dolgokkal kapcsolatban, tehát amikor Facebookon kell kiválasztani, hogy ki kapja meg a támogatást, vagy hasonló. Mert ugye itt nagyon erősen befolyásoló tényező az, hogy ki mennyire tud látható lenni, milyen kampányt tud maga mellé állítani, stb. Stb. És értem nem biztos, hogy egy valóban hatékonyan jól működő, valós társadalmi problémákra válaszoló szervezet választódik ki ilyen módon, hanem inkább a leghangosabb szervezet választódik ki.
És amikor pénzről van szó, akkor azt gondolom, hogy ez nem mindegy. Úgyhogy csak kíváncsi lennék a panelban ülőknek az ezzel kapcsolatos véleményre és reflexióira. Köszönöm. Egyébként Móra Vera volt a Mökotárs Alapítvány. Móra Verát akarom csak megerősíteni, tehát abszolút ehhez kapcsolódnék egy mondatba, hogy a Magnetbanknak, amikor elindult ez a válasz, aki a nép, hogy kinek, én nem voltam vele ennyire kritikus, de tényleg a második, hány évben volt ez? Hogy nem tudom, a második vagy harmadik évben láttam azt, hogy már megtalálták ezt a kezdeményezést azok a erős nagy civil szerzetek, akik besöprik rendre az 1%-os kampányok, a pénzt, az adó 1%-át egyszerűen azért, mert óriás plakátokat tudnak kirakni az országba, és én jeleztem ezt a Magnetbanknak, hogy mi azért szerettük ezt a kezdeményezést, mert itt tényleg más óriás plakáton nem látható kisebb dolgok voltak, nem csak kutya, cicus, meg rákos kisgyerek, hanem más jellegűek. Nem tudunk versenyezni a kutya, cicus, rákos kisgyerekkel. Széleztem a Magnetbanknak, és mondta a kollégájuk, hogy hát megváltozott ezzel kapcsolatban most így a politikánk, most így ez van, most ők is ebben részt vehetnek, hát ez van, sajnáljuk. Van még esetleg kérdés, vagy észrevétel? Igen? Nem zárszót szeretnék mondani, csak úgy érzem, hogy ha péntek délután 4 órakor ez a téma még megtölt egy termet, jó lenne ezt folytatni. Egyrészt azért, mert a civil törvény, a civil szervezetek pénzügyi tevékenységéről más szabályok szerint rendelkezik, másrészt pedig azért, mert annyiszor elkezdtük már, tehát Béres TV-vel együtt többet magunkkal tanulmányokat írtunk a civil bankról, és ennek soha nem lett érdemi folytatása. Én azt kaptam ettől a mai szekciótól, hogy elindult valami, amiből talán valami más jöhet ki, mint eddig, de ahhoz beszélni kellene. Végül csak annyit szeretnék mondani, hogy 15 évvel ezelőtt Angliában egy tankönyvet írtam fiatal vállalkozók számára, akkor ott a postahivatalban lehetett levenni, hogy a National Westminster Bank hogy lehet egy fiatalnak pár száz fontos hitelt kérni. Nálunk még mindig nincsenek ilyenek, amelyek magától értetődővé tennék, hogy ez a kultúra azért így gyökerezik. Köszönöm szépen, és azt javaslom, hogy akkor menjünk végig, és mindenki válaszoljon az őt érintő felvetésekre. Annyira rossz voltam, hogy ki leszek rúgva? Mert hogy azt vizionálta, hogy le leszek váltva. És a mi menedzsmentünk. De nem akarom elviccelni természetesen a kérdést, mert aki kérdezett, nyilvánvalóan rendelkezik ismeretekkel a takarékszövetkezeti szektorról, és vannak neki tapasztalatai, benyomásai, hogy lehet így is működhet egy takarékszövetkezet, de amiről én beszéltem, és amit mi építünk, a Pátria Takarékszövetkezet, az nem egészen így működik. Ezt a stratégiát, ezt nem a menedzsment találta ki, ne adj Isten, nem én egyedül, erre a tulajdonosi közösség a tavalyi szeptember 6-ai közgyűlés adott felhatalmazást, hogy ezt egyáltalán kidolgozzuk. Tehát ez nem egy szűk csoport, nem egy ellenőrzés nélküli, nem tudom milyen társaság, mondjuk tételezzük fel, hogy jó szándékú társaság próbálkozásaként kell értelmezni, hanem ez a Pátria Takarékszövetkezetnek a hivatalos 5 éves üzleti stratégiájának a része. Viszont válaszra szeretnél? Nem, nincs viszont válasz. Köszönjük szépen a választ. Nem, majd azt lehet folytatni. A mikrofon, azt hiszem Ákoshoz nem érkezett, de hogyha valami zárszóként... Egy mondat, hogy én nagyon ráerősítenék itt az utolsó elhangzott mondatokra. Tehát itt biztos, hogy az emberek önszerveződésében, öntevékenységében van az erő, ilyen téren is.
Konkrétan hozzám se érkezett kérdés, de amit a dél-amerikai modellekkel kapcsolatban, hogy lehet elérni azért a bankoktól távol ügyfeleket, milyen innovatív, persze Afrika is tel van ilyen példákkal. Minél fejlettebb egy ország, annyival valószínűleg leközelőzi Magyarországot innovációba, ez egészen biztos. És tele vagyunk ötletekkel, mint tartom, nem azért, mert jó fejek vagyunk, hanem azért, mert az Unió egyfolytában konferenciákat finanszíroz nekünk, és látunk egy csomó jó példát, amiket be lehetne az országba hozni. Ez viszont egészen biztos, hogy a mostani finanszírozási környezet nem alkalmas. Tehát tényleg olyan mobil bankolási technikák vannak szerte a világban, hogy le lehetne fedni ezt a célcsoportot, és eléggé biztos termékekkel, tehát ami ugye a banki oldalról is biztonságot tudna garantálni. Igen, de hát ez olyan szereplők kellnek. Magyarországon az piacról, ez piacnak lehet nevezni, szektorból, ez a fajta, tehát az a fajta szervezet, amik kreatív, megfelelő szervezeti háttere is van, és pénze is van hozzá, és megfelelően érzékeny társadalmi ügyek iránt, és szerintem ez kompletten hiányzik. Az egyik kérdés az az volt, ez a, hogy a Kahanavarra, hogy a helyi önkormányzat alapította, így kicsit, de elég bátrak voltak ahhoz, hogy ne szóljanak bele a döntésekbe, és megengedték azt, hogy a ügyfelek határozzanak, és a másik kérdés pedig a hogy az összes nagy civil szervezet nyúlja le az összes pénzt. Természetesen ez egy kockázat, de nagyon fontos, hogy a civil szervezeteknek nagyon aktívaknak kell lenniük, és az 1% gyűjtésbe is, például az interneten, a weboldalunkon adunk helyet a civil szervezetnek, ahol föltehetnek videót, vagy egy blokkot kapnak, és vannak olyan civil szervezetek, akik nem olyan nagyok, és elég sok pénzt kapnak. Emellett szervezünk ilyen találkozó pontokat, például Pamplónában, vagy Barcelonában, vagy Bilbaóban. Tehát, hogy ahol bármelyik kis vagy nagy civil szervezet oda mehet, és elmagyarázhatják, hogy milyen projektjeik vannak, és talán ez egy kis garancia arra, hogy a kisebb szervezeteket is lehessen finanszírozni. A Budapest is egy versus vidék fiók hálózat, és hogy hogyan fedjük le az országot, mennyire tudunk lokálisak lenni egy ország szinten is. Komoly technikai akadályokba ütköztünk, szerettük volna ezt meglépni elsősorban virtuálisan, azonban a magyar szabályozási rendszer nagyon szigorú, főleg így a pénzmosási törvény kapcsán jön be az, hogy két banki ügyintézőnek személyesen kell azonosítani az ügyfeleket, így virtuálisan kevésbé tudok egy olyan hálózatot fölépíteni, ahonnan helyi betétek gyűlnek, és én helyi módon helyi hiteleket tudok kihelyezni. Úgyhogy nem egy egyszerű történet, annyira pedig az alap, a core business most nem az, hogy növekedjünk és terjeszkedjünk és építsünk nagy fiókokat mindenfelé, hanem az, hogy ezt a működést minél tetisztultabban és profitábilisabban is, és eredményesen működtessük egyébként környezeti profit, és, vagy hasznosság és társadalmi profit szempontból is. De a gazdasági profit is ugyanolyan cél, hiszen fenntarthatóan szeretnénk működni, és 20 év múlva is finanszírozni, mert tényleg rossz hallani azt, hogy van egy jó kezdeményezés, és 2 év múlva eltűnt. Ez a fajta felelősségünk is nagy, és ez például a profit szintje jelenik meg. A civilek oldaláról pedig azt tudom mondani, hogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos kérdés volt, és sokat hát dilemmáztunk. Egy ilyen audit bizottságot is létrehoztunk, abban voltak civil vezetők is, hogy hogyan bővítsük ezt a kapot, ezt a közösségi adományozási programot. Legyen-e országos, helyi, kicsi, nagy, milyen mixturát alkalmazzunk, van-e tényleg valami jófajta egyensúly, és azt mi hogyan határozzuk meg.
És ebből a szempontból végül is nem került be sok nagy szereplő. Viszont az egy-két nagy szereplő a 90 közé, ahogy bekerül, ő így lehúzza a súlyát. És tényleg azonnal megtelik 1,5 millió forinttal az ő kasszája, az ügyfelek gyorsan rászavaznak, mert ismert. Viszont azt is éreztük, hogy az a felelősségünk is megvan, hogy egyrészt azért ne csak a lokális szervezetek kapjanak nyilvánosságot, másrészt az ügyfelek szavazzanak. Hogy ne 50% legyen, vagy 20 a szavazási arány, hanem 70, 80, és legyen ez 90, tehát 19 ezer ügyfelünkből 19 ezer szavazzon, ahhoz ezt így valahogy azt gondoltuk, hogy ez egy jó, hogy egy egységes kép van, és az is inspiráló, hogy van olyan szervezet, ami miatt én ide jövök bankolni, mert itt tudok adni a Heinpál kórháznak például. Mert még engem csak ez érdekel az egész bankolásból, semmi más, etikus bank, meg ilyesmi. És akkor ez vonzó dolog, ide jövök bankolni, és a bank profitjából oda fogom adni a Heinpálnak a pénzt. És hogy ez nekem bank, ugye ez egy ilyen win-win szituáció, nekem bank jó, szempontból jó, jön ügyfél, aki valami ilyen plusz szempont, szociális szempontból bankol itt nálam, és ott van az a szervezet, akinek tud is adni. De persze tényleg lehúzza, vagy elhúzza az arányt, ez az egy-két nagy, és nincs sok nagy, nincs bátortábor itt nálunk, aki tényleg nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon ott tartjuk a felső vezetői vezető programjainkat, úgy támogatjuk őket. De hogyha betennénk a programba, ő is ugyanez lenne, hogy az első 100 ügyfélből 90 oda szavazna. Tehát ezek olyan felelősségek, amikben így kell valahogy középutat találnunk, és ez egy ilyen vékony mezsgye, és mi ott egyensúlyozunk. Nem tudom, hogy van-e tökéletes szempont, mi most e szerint működünk. És az, hogy a civilek hogyan kommunikálnak, az pedig nagyon megjelenik, azt is szeretnénk kicsit edukatíve is betenni, hogy nagyon sok múlik azon is, hogy egyrészt mi hogy tesszük transzparensebbé a kis ügyeket, a kis helyi, a kis civil projekteket is, és ők például a Facebookon kampányt indítottunk, ahova bárki egyenlő eséllyel tudott indulni, akár volt mögötte 40 ezeres bázis, vagy pedig csak 100 ügyfele, ugyanúgy elért 5000 mondjuk potenciális közösségi média használót, és sikeres is lett abban a programban. Egyenlő esélyekkel indult már azon a platformon. Tehát, hogy, és akkor ez fajta kicsit banki küldetésünk is egyébként, hogy a civil szféra hogy lesz fenntarthatóan működőként, tehát hogy a fenntarthatósági szempontból is mérhető, és a működési kockázatokat így eliminálja, hogy én azt látom, hogy ő mer profitban is gondolkodni, nem veszi ki, de fejleszt, jól kommunikál, gondolkodik bevételi lábakban is, nem csak adományokban, és akkor elkezdem bankként, hiteles ügyfélként is tudni finanszírozni. A magyar szektor nem itt tart még, úgyhogy ebben nekünk is van felelősségünk, hogy mi hogy kommunikáljuk, és hogy toljuk ezt a fajta felelősséget, hogy jelenítjük meg ezt feléjük is, közös érdekből. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy letelt az időnk, úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni Éliás Csabának, Kapitány Ákosnak, Béres Tibornak, Alberto Diaznak és Molnár Csabának. Szeretném nektek, önöknek is megköszönni, hogy itt voltatok velünk aktívan. Külön szeretném megköszönni a tolmácsoknak.